Köszöntöm a Pécsi Kör nézőit. Lássuk, mit kínálunk a következő közel fél órában. Tartsanak velünk! Irodalmár zenész, zenész irodalmár. Beck Zoltán és Grecsó Krisztián a Pécsliten. Az ajándék, a Bóbita Bábszínház és az Eszkárgó Szövetkezet közös darabja. Visegrád Jazz Group, zenei projekt valósul meg a visegrádi országok zenészei által. 32 ország, 3000 énekes. Bordalok a 28. Európai Bordal Fesztivál gáláján Pécsen. Nemrég zajlott a Pécslit Irodalmi Fesztivál Pécsen. A rendezvényről már láthattak egy összeállítást a Pécsi Körben, most azonban még egy történet várja nézőinket. Ezzel lépett fel Beck Zoltán és Grecsó Krisztián is, akik egy nem mindennapi zenés irodalmi esttel ajándékozták meg közönségüket az E78-as koncertteremben. Ha őket általam voltak, nem léteztem, én már nem gyűlölöm. Maga érdekel, miért, ahogy Istennek, a létnek sincs oka. A Csorba Győző Könyvtár és a Jelenkor folyóirat közös irodalmi rendezvénye már negyedik éve várta színes programokkal a műfaj kedvelőit. Az ünnepélyes megnyitót egy zenés irodalmi est követte, melyen egy dalszerző író és egy író dalszerző közös alapokra helyezett gondolataikat mondták el saját eszközükkel az E78-asban Pécsen. A Hoztunk valamit magunkból elnevezésű est a két szerző első közös munkája. Alkotói egymásra találásukról beszélt Beck Zoltán, dalszerző író. Egyfelől az első előadást itt játszottuk szembe a Pirográniton. Gyakorlatilag azóta most már lassan 90-et játszottunk ebből a Beck Grecsó elsőből, ebből a Hoztunk valamit magunkból című előadásból. És gyakorlatilag az egymásra találásunk az egyszerűen abból alakult, hogy abban a finom elszigeteltségben, amit tulajdonképpen a covidos időszak jelentett, viszonylag sokat beszélgettünk arról, hogy hogyan gondolkodunk a világról, miket olvasunk, éppen mivel foglalkozunk, és valahogy az volt az érzésünk, hogy tulajdonképp azt, amit csinálunk a telefonban napi másfél órát, azt végtére is meg lehetne csinálni egy kicsit dalformába, egy kicsit szcenírozva színpadon is. Tulajdonképpen ez volt az egymásra találásunknak az első ilyen, már a műsor értelmében az első élménye, de ha visszább megyek, akkor a rájátszásban együtt játszottunk, tehát a rájátszás az egy, mint közös alkotó műhely, tulajdonképp sok írót és sok zenészt hozott össze, és vagy dalszerzőt, vagy nem is tudom, hogy kéne fogalmaznom, és akkor így ott már ez a fajta ilyen, nem is tudom, emberi barátság, nevezném talán így, vagy felnőtt barátság, vagy valami feltétlen bizalom elkezdett kialakulni, és annak tulajdonképpen az volt a kérdése, hogy ebből tudunk egy alkotói értelemben vett barátságot létrehozni a színpadon. Magyarul, hogy ez csak idézőjelben ez csak egy barátság két ember között, vagy ez egy tulajdonképpen egy alkotói egymásra találás, és reményeim szerint ez egy alkotói egymásra találás. Van egy előadás, amelyik előadásnak az eszköztárába a mindegy, hogy éppen zene van, vagy éppen szöveg van, vagy éppen próza van, vagy éppen kötetlen beszélgetés van, vagy éppen anekdotázás. Alapvetően az előadásnak a lényegi eleme, hogy két alkotó van fönn a színpadon, és ez a két alkotó a színpadon jelen van, és a jelenlétéből épít meg bármit. A három akkordot is, ha gitározik, a tercszólamot is, és a próza szöveget is. És tulajdonképpen az a tétünk, hogy képesek vagyunk-e a színpadon magunkra és egymásra találni, és azon keresztül aztán a dalokra, szövegekre, amiket éppen felrakunk a színpadon. Az emberi egzisztencia izgatja őket. Ennek próbálják az értelmezését felvázolni, elmesélni előadói estjük során. Az érdekel minket, hogy egy ember hogy létezik a világban, és az emberben hogyan létezik egy világ. Képesek vagyunk-e erről beszélni, meg tudunk-e szólalni, és ezek a szerepek, amelyeket végigélünk az életünkbe, akár gyerekként, akár fiatal felnőttként, akár apaként, azokból a szerepekből mi meg tudunk-e fogalmazni valamit, amire a,
amire a másikunk rezonál. Grecsó Krisztián íródalszerző legutolsó kötete másfél két évvel ezelőtt jelent meg. Ez a Lányos apa című tárca novella gyűjtemény. Ez egy olyan előadás, amiben még a prózák is két szólamra vannak, hogy úgy mondjam, négykezesek, és még azok is átértelmeződnek azáltal, hogy beleolvasunk, hogy valami mást beleolvasunk, mint ami eredendően lehetett benne. Úgyhogy nagyon izgalmas ez számomra, mert egy író nagyon magányos, és én egy olyan helyzetbe kerülhettem, amely helyzet engem tovább lendített, tovább a magányból, tovább az életközépi válságból, tovább egy olyan helyzetből, ahol mindig magam kockáztattam. Itt most egy olyan helyzetben találtam magam, ahol együtt visszük a vására a bőrünket. Ez a helyzet, hogy színpadra álltam, ez segített megíratni azt a regényt, amit 15 éve halogattam, az Apám üzen címűt, amelynek egyik legfőbb motivációját megértettem, hogy apám 20 éven át hogyan küzdött azért, hogy színpadi ember legyen, és élete nagy álmát hogyan nem engedte el, és halt bele abba a kudarcba, hogy nem tudott színész lenni, és minden alkalommal, amikor fölmegyek a színpadra, akkor ott van velem. Úgyhogy most a negyedik Pécslit megnyit, olyan is itt lesz egy kicsit, majd benéz, bekacsint. A hat nap alatt számos új kötetes szerző érkezett a Pécslit Irodalmi Fesztivál félszáz programjából, a legfiatalabb korosztály is kedvére válogathatott. Kísérő programok külföldi vendégek színesítették az idei fesztivált. Megsiratsz-e engem, apád anyád elő? Megsiratlan, egész világ. A fiatalkori előre be nem tervezett terhességet, és ennek a kihatását dolgozta fel a Pécsi Bóbita Bábszínház és az Eszkárgó Hajója Színházi Nevelési Szövetkezet. A történet nem csak a főszereplő 17 éves, hanem a lány családja körül is forog interaktívan. A darab pénteken debütált az Eszkárgó Szobaszínházban. Elmondtad neki mi? Dehogy is. Aha. De nem mondtam el. Az Eszkárgó Szobaszínházban debütált az Ajándék című színházi nevelési előadás. A darab az Eszkárgó Hajója Színházi Nevelési Szövetkezet és a Bóbita Bábszínház együttműködésében valósulhatott meg. Azt lehet mondani, hogy ez egy régi történet, mert ezelőtt most már 8 évvel volt egy előzmény, egy másik előadás, aminek az a címe, hogy Apa, anya, én, és az azóta is műsorom van, az az előadás. Úgy, mint az, ez is egy családi dráma, egy kicsikét más szempontból vizsgálódik és gondolkodik. Ennek a fókusza és a központja az, hogy a család legfiatalabb tagja, egy lányzó, aki még nincs 18, és hát babát vár. És akkor, hogy ez végül is mit okoz a családban, mit okozhat a családban. De mindez úgy, hogy ez egy interaktív színház előadás, ami azt jelenti, hogy az, hogy mit okoz a családban, mit okoz a családtagokban, és milyen változást indukál, ezt a nézők döntik el, és közösen gondolkodva alakul ki belőle valami állapot. Azt lehet mondani, hogy főként középiskolás korosztály és felnőtteknek szól az előadás. Ugyanúgy, mint az apa anyánál, itt is várjuk a családokat, tehát az talán a legizgalmasabb forma, amikor családok érkeznek az előadásra, és úgy játszhatunk, és úgy gondolkodhatunk. De azt lehet mondani, hogy középiskolás korosztály és annál idősebbek. A kollaboráció remekül folyt, hiszen ez már nem az első közös darab, amiben a két társulat színészei együtt alakítottak. Az előadásban 6-an játszanak mindösszesen, és azt lehet mondani, hogy amellett a 6 játszó mellett még van nagyon sok szereplője, videóban jelentkeznek ezek a szereplők, tehát azt lehet mondani, hogy a családhoz tartozó barátok vagy rokonok videón jelentkeznek be a családba, tehát a videóhívások formájában egész egyszerűen. Így azt lehet mondani, hogy jóval többen, tehát a Bábszínház minden színésze játszik az előadásban. És még egy külsős, kedves barátunk is, Ákli Kriszú, ő is részt veszett az előadásba. Tehát azt lehet mondani, hogy így sokan vagyunk. A tavalyi év végén, az évad végén kezdtük el próbálni az előadást. Már volt egy házi bemutatója a május végén, és most lesz a nagy bemutatónk majd pillanatokon belül.
A darabban az édesanyját alakító színésznő is fontos szerepet töltött be a korábbi stádiumokban is, nem csak a színpadi játékban. Van egy olyan kuriózuma ennek az előadásnak, hogy ezt én írtam. Tehát, hogy nem csak játszom benne, hanem íródramaturgként is ott vagyok a csapatban. Tehát ezt a karaktert Zolival ketten, Tóth Zolival, az előadás rendezőjével raktuk össze a történetet magát, a színpadi forma megvalósulását pedig én írtam meg. És fura, mert az ember ilyenkor azt gondolná, hogy egy író magának csinál egy olyan szerepet, hogyha színészként is dolgozik az előadásban, hogy legyen benne feladata, ez most is így történt. Egyébként nekem nincsen saját gyermekem. Viszont tanárként is dolgozom, drámatanárként, tehát úgymond nevelt gyerekeim nagyon sokan vannak évről évre, tehát hasonló minőségű féltést, szeretetet, gondoskodást megélek a hétköznapi életemben, és ezek az anyaszerepek, amiket azért valahogy elég gyakran kapok színpadon, ezek is segítenek ahhoz, hogy az életem ezzel is kikerekedjék. A karakter, akit én formálok meg ebben az előadásban, Újhelyinné Gabi, egy 40-es évei közepén járó anyuka, aki nem mellesleg pedagógus is. Tehát több szempontból van kapcsolatban gyerekekkel, és sokféle dolgot tapasztalt már nyilvánvalóan az életében, hivatásából kifolyólag is, de azért az egy nagyon meglepő szituáció számára, amikor a saját 18 évet még be nem töltött kislánya nem kívánt vagy nem tervezett módon babát vár. A karakter történetében van egy olyan momentum, hogy az anyukával ugyanezt történt gyakorlatilag 21 évvel ezelőtt, amikor a párjával, a jelenlegi férjével még egyetemre jártak, akkor nem tervezett módon becsúszott egy baba, és nagyon sokat hezitáltak azon, hogy megtartsák, ne tartsák, de végül is arra jutottak, hogy az élet érték, és bármi történik, meg fogunk birkózni ezzel a dologgal, és nagyon fogunk örülni annak, hogy kisbabánk születik. Tehát ebből a szemszögből is rálát a helyzetre, illetve azt viszont nem tudja félretenni, hogy nagyon-nagyon félti a lányát. A rendezőt a témaválasztásról is kérdeztük, a darab célja, hogy elsősorban a fiatalok és a nézőközönség más szemszögből is találkozzon egy témával. Sokat gondolkodunk azon, hogy mi lenne az a fókusz, amire érdemes figyelnünk, de talán nem is ennyire szűk, hogy fiatalkori terhesség. Egy kicsikét ennél tágabb a gondolkodásunk, ami arról szól, és arra próbálunk meg közösen kitekintést adni, hogy a gyerekvállaláshoz milyen körülmények, milyen helyzetek, milyen nehézségekkel tudunk eljutni, és érdekes az attitűd, vagy elgondolkodtató, hogy például egy háborús időszakban sokkal több gyerek születik, mint akkor, amikor nyugalmi állapot van. Most ugye nyugalmi állapotban vagyunk, bár a világ az zajlik, mint ahogy zajlott mindig is, de egyre kevesebb a gyerek születések száma, mint most is. Igazából az üzenet közös, és a gondolkodás is között. Mi csak azt szeretnénk, hogyha egy gimnazista korosztályú csoport idejön, hogy gondolkodjon arról, hogy mit okoz, mit indukál, mit hoz létre egy olyan helyzet, amikor babát várunk, vagy babágóba gondolkodunk, hogy mégiscsak, mivel szereplőkön keresztül játsszuk ezt az egész történetet, és maga a színházi nevelési forma is erről szól, hogy egyféle tesztgondolkodást hoz az ember életébe, hogy mintha már megéltem egy déjà vu érzést, és gyakorlatilag ez a fontos, hogy úgy kerüljek bele az életbe utána szituációkba, mintha már valami történt volna, valamit megéltem volna, és ezt szeretnénk, hogy kicsikét átéljük közösen, hogy mondjuk a generációk, vagy a fiatalok érezzék, hogy ez mit is jelenthet, ne csak racionális tudással gondolkodjanak róla. Az Eszkárgó Szobaszínház megtelt érdeklődőkkel a premierre. Így is elhagytad az életemnek, két vége van. Az egyiktől a másikig irányítom magam, ha jó a szél. Az irány maradhat, fogadjuk, hogy a felét már.
A Visegrád Jazz Group volt a legutóbbi vendége a Metronom Jazz Clubnak. Az International Visegrád Fund nemzetközi szervezet által támogatott projekt egy regionális sztárcsapatot akar. Magyarország volt a harmadik ország, ahol felléptek a projekt során. A koncertnek a Zsolnai Kulturális Negyed E78-as terme adott otthont. A Visegrádi Jazz Group egy projektzenekar. Erre az évre nyertek el pályázati forrást a Nemzetközi Visegrád Alaptól. A zenekar tagjai az egyes visegrádi országok kimagasló művészei, repertoárjuk a tagok szerzeményeiből állt össze. Riportalanyunk a pécsi származású Bágyi Balázs avat be a nem mindennapi projektbe. Ez egy projektzenekar, erre az évre nyertünk el pályázati forrást a Nemzetközi Visegrád Alaptól, és van egy lengyel ügynökség, a Jazz Popolszkú, aki megpályázta ezt, és életre hívta ezt a zenekart, illetve ezt az ötletet bedobta, és aztán ez támogatást nyert. 4 turnét valósítunk meg az egyes országokban, februárban voltunk Csehországban, májusban Szlovákiában, és most a napokban zajlik a magyarországi turnérész. Ennek keretében tegnap voltunk Budapesten az Opus Jazz Clubban, most itt vagyunk Pécset, aztán Székesfehérvár és Visegrád következik, és még novemberben hátra van majd a lengyel rész is. A programjuk célja részben a visegrádi országok zenészei közötti művészeti együttműködés elősegítése, részben pedig az volt, hogy az amerikai jazztől eltérően olyat hozzanak létre, ami regionális. Beletehetik azokat a hatásokat, tradíciókat, ami rájuk a visegrádi országokban jellemző, tette hozzá Bágyi Balázs dobos. Szlovákiából van a szaxofonosunk Radovan Tariska, Rafał Sárnecki Lengyelországból való, Tomás Baros pedig prágai jazzbőgős. Mindannyian nemzetközi térben mozgunk, és nagyon sokféle kollaborációt valósítunk meg, de számunkra is ez egy különleges együttműködés, meg egy jó csapat úgy a privát életben is. A jazz az egy réteg zene, mindig is az volt, és ahhoz, hogy a magas művészeti minőséget tartsa, az is marad, Bágyi Balázs szerint. Aki erre a pályára lép, az nagyon rögös útra lép, nagy fokú elszántság kell hozzá, és nem árt, ha van egy B-terv, mert azért ebből nagyon nehéz megélni, de én azt gondolom, hogy a jazz ugye úgy ámblok megy előre Magyarországon, ez köszönhető mondjuk a Magyar Jazz Szövetség tevékenységének is, vagy egyáltalán a médiában több szó esik most a jazzről, és az oktatásunknak. Hát most már a kialakultan 3 szinten, alapközép és felsőfokon is van komoly jazzképzés, sőt, hogy ugye haza beszéljek, a Szabó Dani barátom, hogy megcsinálta itt Pécset a jazz tanszakot, úgyhogy most itt a Pécset a művészeti karon is van már jazzképzés, legalábbis elindult, úgyhogy mindenkinek megvan rá lehetősége, hogy képezze magát és minél jobb zenésszé váljon. Nem fogunk jazz standardeket játszani, hanem úgy alakul a repertoár, hogy mindannyian zeneszerzők is vagyunk, és mindenki szállít be kompozíciókat
a zenekarba, és ezekből csemegézünk. Nem minden este egyforma, de van egy törzsanyag, amiből válogatni szoktunk. Az International Visegrád Fund, a nemzetközi szervezet által támogatott projekt egy regionális sztárcsapatot akar. Magyarország volt a harmadik ország, ahol felléptek a projekt során. A Metrom Jazz Club által szervezett koncertnek a Zsolnai Kulturális Negyed E78-as terme adott otthont. Idén 32 éve volt négy világfesztivál is, hogy az Európában egyedülálló fesztiválon összegyűltek szeptember utolsó hétvégéjén Európa legjobb bordalénekesei. Ettől lett hangos Pécs és a villányi borvidék. Eddig 32 országból több mint 3000 énekes hozta el nemzetének bordalait szűkebb régiónkba. A gála koncertet Pécsen a Kodály Központban szombaton tartották. Kovács Boglárka, a villánysiklósi borút elnöke a gála koncert előtt elmondta, az idei évben is egy nagyon színvonalas programcsokrot sikerült létrehozni ezzel a rendezvénysorozattal. Ezért mindig nagyon hálásak vagyunk a Pécsi Férfikar Alapítványnak, mert azt gondolom, hogy itt Tamásék évről évre mindig valamilyen újdonsággal fűszerezik meg ezt a kulturális programcsokrot, és idén sem történt ez másként. Ugye itt vannak nyilvánvalóan a nemzetközi kórusok, akiknek mindig nagyon örülünk, nem csak azért, mert amikor hazautaznak, akkor a villányi bor jó hírét is elviszik magukkal, de azért, mert mindig tényleg nagyon egyedülálló élményekkel gazdagítanak minket is. A Zengő Együttes ugye fellép mindig itt a program keretében, nagyon szeretjük őket, ennek a népi kultúrának a hagyományőrzése és az átörökítése, azt mondom, hogy ez nagyon fontos feladat, különösen ma. Azt hiszem, hogy ez egy óriási dolog, hogy ők ezzel olyan színvonalon foglalkoznak. Berecz András új színfoltot hozott a fesztivál programjába. Bordalokat, mulatós nótákat énekelt. Pár szót előtte és utána, hogy a mesemondó mesterségemről is kicsibe hírt adjak. Véleményem a rendezvényről, hogy igen jó sikerült, de hát az évek is bizonyítják. El tudom képzelni, mikor Lakner Tamás leült Andreával szembe egy ihletett, teli holdas éjszaká. És akkor kipattant a szikra belőlük, hogy nem kéne egy rendezvényt, egy olyant, ahol az ének és a bor találkozik egymással. Hát a bor, ha még a Bibliában is ott van, hogy a borivás az éneklésnek olyan, mint türkíznek a aranyfoglalat. És olyan jól sikerült, mert a táj is hozzá tud járulni. Az énekesek, a borászok javára vannak, és a borászok az énekesekére. Hát a terpeszállás adja a biztonságot. Úgyhogy le a kalappa. Bognár Szabolcs operaénekes szólistaként lépett fel a 28. Európai Bordal Fesztiválon. Marica grófnő című operettjében fogom énekelni a Hely cigány című dalt, ami egyébként azt gondolom, hogy hozzám közel is áll mentalitásban, habitusban is, úgyhogy mikor ezt a Tamás, professzor dr. Lakner Tamás kért fel, hogy énekeljek, és ő választotta ki a szólókat is, illetve együtt, de ezt kérte, hogy ezt mindenképpen énekeljem el, akkor én egyből azt mondtam, hogy örömmel válom, nem csak azért, mert ez egyébként abból a szempontból is kihívás, hogy ugye ezt bariton hangfajok ritkábban éneklik ebben a hangnemben, de én azt gondoltam, hogy akkor ne változtassunk, annál is inkább ugye, mert a Pannon Filharmonikusok zenekarra kísér, Erdély Dani vezényli, hogy akkor ez is maradjon az eredetibe, ahogy az operetben van. Úgyhogy abból a szempontból kihívás, hogy ugye, mint baritonnak, ez azért viszonylag magasabb fekvésben van, de igyekszem megoldani, és én egyébként szeretem ezeket a kihívásokat. Yeah.
28. Európai Bordal Fesztivál valójában már a 32. esemény, mert volt közben 4 világfesztivál is. Az Európai Bordal Fesztivál sorozat Pécs városának a legrégebbi, minden évben megrendezett nemzetközi kulturális eseménye. Idén Olaszországból, Szlovéniából, Ausztriából érkeztek együttesek, mondta Lakner Tamás Lisztdíjas karnagy, a Bartók Béla férfikar karnagya és a rendezvény művészeti vezetője. Ami egy különlegessége, tavaly kezdtük el a Bordalunk énekversenyt, azzal a céllal, hogy a fiatalokat is bevonjuk, hiszen ez a Bordalunk énekverseny 18 és 30 év közötti korosztálynak került meghirdetésre, és 3 kategóriában versenyezhetnek a résztvevők, van egy opera, operett, musical, van egy folklór kategória, és van egy úgynevezett énekelt vers és világzene kategória. És most már jóval többen jelentkeztek, mint tavaly például, nagyon jó a színvonal. A fiatalokat is megérintette a felhívás a fesztiválon való részvételre. Lakner Tamás értékeli ezt, hiszen szerinte nagyon fontos, hogy a fiatalság is közel kerüljön az értékes borfogyasztáshoz. Ha mindezt fiatalok népszerűsítik fiataloknak, akkor ez egy jó kezdeményezés a Lisztdíjas karnagy szerint. Egy másik különlegességet is említett. Egy történelmi pillanat, mert ilyen még nem fordult elő, hogy egy vegyeskar is felléphet ezen a fesztiválon. Hát, körülbelül 10 éve már rálják a fülemet a osztrák barátaim, hogy ők csak vegyeskaruk van, és hogy hadd jöjjenek el. De elég úgy tartottam magam, és nem, maradjunk csak. Most legyengültem, vagy elgyengültem, és most van egy vegyeskar is a fesztiválon. Nem tudom, hogy ez folytatódik-e, vagy sem, de most ez egy ilyen különleges esemény, hogy nem csak férfi kórusok énekelnek, hanem vegyeskarok is. Ez a rendezvény igazi közösségi összefogással jöhetett létre, ugyanis társszervezők kapcsolódtak a nemzetközi programsorozat lebonyolításához. Tudtuk meg Hofner Tibortól, a Pécsi Férfikar Alapítvány elnökétől. Például a Pannon Filharmonikusok, akinek köszönhetjük ezt a fantasztikus helyszínt, a Kodály Központot, a Gála koncertnek, és valamint a Villány Siklós Sibor utat, akiknek pedig a pénteki helyszíneket, a pince koncertek helyszíneit Villányban, valamint a vasárnap délelőtti úgynevezett matiné koncerteinket, templomi szolgálatot látnak el a kórusok ilyenkor, tehát ott nem bordált, hogy énekelnek, hanem a komoly repertoárt veszik elő a kórusok, tehát ott ők segítenek ebben a szervezésben, valamint itt Pécsett a vasárnapi délutáni bor és dal ünnepén a Zsolnai Örökségkezelő az, aki mellénk állt és helyszínt ad a rendezvényünknek, és a Pécsi Napok utolsó napján kapcsolódik a Borda Fesztivál a Pécsi Napok rendezvényéhez. Hát igen, a szervezésről annyit, hogy a következő évnek már hétfőn elkezdődik a szervezése, tehát hogy mindig jóval előre kell gondolkodnunk, hogy melyik kórusok tudnak jönni. Lakner tanár úr a művészeti vezetőnk, aki kiválasztja a kórusokat, és az ő szakmai irányítása mellett zajlik a szakmai programok, a többi pedig az egyeztetések, azok a előemlített partnerekkel zajlanak. Vasárnap a Pécsi Széchenyi téren a bor és dal ünnepén szüreti felvonulással, borkóstolással és a népek bordalai és táncai rendezvényel zárták a programsorozatot. Véget ért a Pécsi Kör, a Pannon Televízió kulturális magazinja. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!